Üdvözlök a nézőket a Kifőzte sorunk következő adásába. Mellettem Szabó Sándor, mestercukrász. Fogjunk valamit készteni. Nagyon felkészültem, látom, hogy csokoládé, forma, meg hajszállító, úgyhogy mit tudsz nekem ezt mondani ezzel egyszeres? Mutasd el, hogy mit készítesztek el. A korábbiakban olyanokat készítettünk, ami viszonylag egyszerű volt. Most Nekem ez sem volt egyszerű. A csokoládéra térünk át, ami szívem csücske, illetve a kézműves cukrászathoz. Én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a minőségi alapanyag, ugyanígy van a csokoládénál is, amivel én szoktam dolgozni, az Belgiumból származik. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is már minden minőségi csokoládé elérhető, és miért ne akkor a legjobbakból válasszunk. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy fontos az alapanyag előkészítése, illetve az eszközöknek az előkészítése. A csokoládé temperálásnál ahhoz, hogy egy ilyen pici tábla csokoládét fogok készíteni, a csokoládét le kell, hogy temperáljuk. A temperálásnak tulajdonképpen a csokoládé készítésnél ez nem egy cél, hanem egy eszköz, hogy a csokoládénál a kristály szerkezetét kialakítsuk, és ezáltal fényes lesz a termékünk, illetve amikor roppan, akkor kajlósan fog törni, hogyha ketté törjük. A csokoládét azt már 45 fokra fölmelegítettük, most a formát fogom előkészíteni. Folyamatosan szoktam egy formát használni, és a következő előkészítésnél, amikor kiborítjuk a csokoládékat, az előző csokoládénkat, akkor a formát úgy készítjük elő, hogy egy nagyon picit átmelegítjük, és ezáltal a formában maradt kakaóvaj, az szépen a hajszálrepedéseknél eloszlik, és akkor a következőnél már a fényét is megadja, illetve még jobban kifog. Aztán, hogy ilyen mintáját csinálják, azt a minden mintáját. Kérdezett, hogy mégis a csokit, ahol ilyen? Nem szabad túlmelegíteni, ennyire elég is. Az, hogy mitől még kézműves, hát nagyon sokat dolgozunk rajta kézzel. Ez egy felületi... Aztán szemre fogsz festeni, szemreket fogsz festeni. Hát, hogyha gondolod, kipróbálhatom, de úgy gondolom, hogy a díszítésnek ez egy felületi fény, ez mindenképpen érdekes dolog lehet. Ugyanúgy a bombonoknál, a táblás csokoládéknál nagyon sokfajta díszítés alkalmazható, és ezáltal tudjuk a termékénket egyedivé tenni. Majd a végén meglátjuk. Ez egy aranyszín lesz, hogyha jó sejtem? Ez bronz. Bronzing. Bronz. Hát hasonlít az aranyhoz. Igen, igen. Megint mellőttem. Én maradok a főzésnél, most nem döntöttem, már sem végleges. Nagyon pici mennyiséget használunk, a formát egy pillanatra félretesszük. Temperálásnak is van többfajta változata. A melegítést azért raktam műanyagedénybe, mert mikrohullámos sütőben pillanatok alatt a 45-100 fokra föl lehet melegíteni. Igen, csak közben kavargatik el, így van, jól tudom. Közben kavargatik el a mikrohullámos sütőben, ugye, hogy egyáltalán melegedjen. Persze. Nagyon fontos, hogy csak látni, hogy egyértelműen melegedjen. Többfajta temperálási módszer létezik. Én általában azt szoktam, hogy a kétharmadát temperálom le. Egy picit, hát 31 fok a legelősebb hőmérséklet az étcsokoládénál. Egy picit túltemperálom, és utána ez az oltásos módszer, hogy vissza az egészet, összekavarom, és akkor már biztos, hogy jó. Ez a kézi temperálásnak a lényege. Természetesen, hogyha van gépi temperálunk, akkor azzal sokkal egyszerűbb a megoldás. Temperálásnál fontos az, hogy mindig a márvány asztalunkra már kihűlő félben lévő csokoládét mindig visszakeverjük a többi csokoládéhoz. Igen, más sűrűbb a csokoládé, már lehet látni sűrűbb a csokoládé, úgy megfele. Mégis a temperálásnál az a lényege, hogy ez egy mozgatva hűtést jelent, hogy pont ez a 31 fok környékén legyen mozgatva a csokoládé.
és ezáltal alakul ki az a kristály szerkezet, amire nekünk szükség van akár a bombon készítésnél, vagy akár a tábla csokoládé készítésnél. És ez már pillanatokon belül jó is lesz. Természetesen fontos az, hogy a csokoládénak milyen a külső hőmérséklete, vagy a márvány lapon, mint dolgozunk. Általában az a 20-22 fok a legideálisabb. Kicsit segítünk magunkon. Én majd bízatlak, jó? Jó. Mindig el kell találni megfelelő ütemet, hogy mikor a legtökéletesebb. Természetesen, hogy maghőmérővel is lehet mérni, de már érződik, hogy mennyire jött a csokoládé. Picit visszátoljuk, és akkor a megmaradt csokoládéval jó lesz, hogy keverjük. És szép fenyeset tőle, ugye tényleg fenyesebb a csokoládé, mint volt. Igen. Sokkal-sokkal fényesebb a csokoládé. De nekünk majd az is fontos lesz, hogy amikor a csokoládé és a tábla csokoládénkat elkészítjük, hogy annak a felülete is fényes legyen. Egy picivel több csokoládét teszünk bele a formában, amire mi szükségünk van. Picit megpacogtatjuk, és ezáltal a formában lévő minták között lévő kis levegő buborékok, azok eltávolodnak. Jó is lesz, és utána a felesleges csokoládét azt egy mozdulattal lehúzzuk róla. És akkor a csokoládénkat tudjuk díszíteni különböző kandírozott gyümölcsökkel, akár liofilizált gyümölcsökkel, olajos magmakkal, kinek milyen az ízlésvilága, illetve... Azt mondom, sárga barack. A sárga barack, ez földi eper, szeletelt, pörkölt mandula, van itt kandírozott gyümölcs, megy, a szalt megy. Én úgy gondolom, hogy mennyiben is nagyon sok értékes gyümölcs van, amivel tudjuk díszíteni, és teljesen egyedivé tudjuk tenni. Te kezdjen hozzá, jó? Jó, akkor a mandulával kezdem. Uh-huh. És én úgy szoktam mindig, hogy soronként egyformán helyezem el. És majd egyfajon csinálom, csak mégse. Na, de most kezdve a szakmát csak mégsem, úgyhogy. Tehetünk rá többet is, kevesebbet is. Na, nem tudom, még itt látom bőven gyümölcs, úgyhogy. Akár ízben, akár színben, ki milyen ízvilágot vagy színvilágot szeret. Majd persze, mert ez világ, én is. Nagyon finom egyébként, meg is kóstolhatod. Egy csokoládé nélkül is, de azt hiszem, hogy csokoládé van még finom. Hú, de jó. Nagyon finom az eper. Az is kézműves, gondolom, ugye? Itt minden kézműves. Nagyon finom. És azt várni, meddel megyen, így van? Várjuk, hogy megdermedjen, szobahőmérséklen is megdermed, illetve egy ilyen 10-15 percre a hűtőbe is be lehet tenni. De a csokoládénél vigyázik el arra, hogy 10 fok alatti hőmérsékleten ne tároljunk. Kifejlődik, ugye? Nem, hanem a felületén a pára kicsapódik, és olyan, mintha izzadt lenne. Illetve a tárolási hőmérséklet az mindig a legideálisabb a csokoládénak, a 20-22 fok, hogyha túl nagy, illetve túl pici a hőmérséklet, és e között még ingadozik, akkor hamarabb elveszíti a,
azt az értéket, amit egy friss csokoládé kell, hogy képviseljen. Ha magasabb hőmérsékleten tároljuk, akkor meg is olvad, meg oxidálódik a csokoládé is. Úgyhogy a legjobb tárolási hőmérséklet az a 20-22 Celsius fok. El kéne fogyasztani, az a legjobb, higgyék el nekem! És akkor megy a csoki fele. Jó. Két meglepetek a csokoládék meglettek. És látszik benne a szélben, bekented a bronz, amit én alá hittem, ugye? Igen, igen. És ugyanúgy az olajos magok, meg a gyümölcsök benne vannak. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon értékes dolog. Ezzel a módszerrel, ezzel a technológiával lehet bombonokat készíteni. Hát ott többször kell, mert ugyanúgy először megcsináljuk a hüvelyt, aztán a törteléket, majd a végén letalpaljuk, de úgy gondolom, hogy aki csokoládéval akar foglalkozni, ez egy első lépés. Ezt vacsora után nassolásra letenni az asztal, és akkor nem is nagy hála Istennek, ugye mert vékony csokoládé, és lehet nyugodtan nassolni. Én úgy gondoltam, hogy rád is gondoltam, amikor ezt készítettem. Fogyakorázom. Ne vonag a feleségemnek, jó? Nagyon szép kis pintás. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.